Az Európai Unió 7 éves költségvetéséről, valamint a gazdasági mentőcsomagról tárgyalnak mától a tagállamok vezetői Brüsszelben. Megpróbálják elfogadni a koronavírus járvány gazdasági hatásainak kezelésére szánt sok 100 milliárd eurós hitelcsomagot, ami adósságba kényszeríti az országokat. A magyar kormány álláspontja világos, csak akkor szavazzák meg az uniós büdzsét és a kölcsönt, ha a pénzek elosztása igazságos lesz, és azt nem kötik politikai feltételekhez, ami gyakorlatilag már bevett szokásnak számít az európai baloldalon. A szakértők kevés esélyt látnak a megegyezésre. Kapcsoljuk brüsszeli tudósítónkat, Baracka Esztert. A járvány miatt sokáig videokonferenciákon tárgyaltak az állami vezetők. Miért tartották fontosnak, hogy most személyesen találkozzanak? Jó reggelt kívánok! Nagyon sok panasz érkezett ezekre a videokonferenciákra, ami kényszermegoldás volt nyilvánvalóan, és így működött az Európai Unió az elmúlt hónapokban. De azt mondják a vezetők és a körülöttük levő szakértők is, hogy költségvetési tárgyalásokat így nem lehet lefolytatni, hiszen hiányzik az, ami a teremben megvan, ahol érzik a hangulatot, a feszültséget, ahol a nonverbális kommunikációnak is megvan a maga szerepe, ahol egy-egy pillantásból is értik egymást. Nem beszélve arról, hogy lehetőség nyílik, sőt, hát szükség is van arra, hogy olykor-olykor a plenáris ülések mellett felálljanak, félbeszakítsák ezeket az üléseket, és leüljenek kétoldalú vagy szűkebb körű egyeztetésekre, ezek vihetik előre a folyamatot. Költségvetési tárgyalások mindig így zajlanak, és ezért aztán szükség volt arra, hogy most személyesen találkozzanak a vezetők, de ettől ez a csúcs még nem lesz egy hagyományos Európai Uniós csúcs találkozó, hiszen Belgiumban továbbra is járványveszély van, nem is akár mekkora. Mára viradóra az elmúlt 24 órában kiderült, hogy 199 új megbetegedést regisztrált, a koronavírus megbetegedést, és ez a tegnapihoz képest 50%-os emelkedést jelent. Tehát nyilvánvaló, hogy emelkednek a számok, nem véletlen, hogy a korlátozások enyhítése abba maradt, és továbbra is nagy a szigor Belgiumban, és ezért aztán nagyon szigorú óvintézkedések kísérik a csúcsot is. Az épület maga, az Európai Tanács épülete állítólag nagyon biztonságos saját szellőzőrendszerrel, ahova folyamatosan friss, szűrt levegőt pumpálnak be. A vezetők megkapták az épületben létező legnagyobb termet, ez egyébként egy 850 négyzetméteres hatalmas terem, 330 ember fér bele, és most körülbelül 30-31 vezető fog benne ülni. A delegációk létszáma is csökken normális esetben, általában 20 fős delegáció kíséri az állam és kormányfőket. Most 6-an mehetnek csak be az épületbe, nem lesz készfogás, ügyelni kell a távolságtartásra, és hogyha ezt netán elfelejtenék, akkor protokollosok cirkálnak majd az épületben, és figyelmeztetni fogják őket rá. Szigorú óvintézkedések lesznek tehát, és mindenhol arról lehet olvasni, hogy nagyon távol állnak egymástól az álláspontok. Mit írnak a reggeli lapok? Van esély a megállapodásra? Hát ez az, amit senki sem tud megmondani. Remény nyilvánvalóan van, mert hogy ha nem lenne, akkor nem lenne értelme asztalhoz ülni, de hogy mekkora az esély, hogy megszületik-e most a megállapodás, azt nem lehet tudni. Ez egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet, nagyon eltérőek az álláspontok. A nyilatkozatoknak sem szabad teljes mértékben hinni, hiszen ezek a lélektani hadviselés részei, és hát az is nyilvánvaló, hogy nem tette még ki mindenki valamennyi kártyáját az asztalra. Azt mondják diplomaták, hogy legalább 18 olyan kérdés van, és ebből 6 nagyon fajsúlyos politikai kérdés, ami egyenként és külön-külön megbuktathatja a megállapodást, például, hogy mekkora legyen a költségvetés, illetve az újjáépítési csomag mérete, hogy mi legyen az elosztás kulcsa, hogy ha egyszer egy tagállam benyújtotta a maga nemzeti reformtervét, amire a pénz jön majd a csomagból, akkor ennek hogy történjen az odaítélése. Csak hogy lássuk, milyen vitáról van szó, itt egyrészt az Európai Bizottság tesz egy javaslatot, és utána ezt majd a tanácsnak, tehát a tagállamoknak kellene az elképzelések szerint jóváhagynia, és hát nem bíznak a tagállamok egymásban, például abban, hogy megfelelő reformokat hajtanak végre, és ezért Hollandia például azt szeretné, hogyha jobban beleszólhatna, mondjuk
a mediterrán országok pénzköltésébe, ők ezt természetesen visszautasítják. Azután nagyon vitás kérdés a gazdag országoknak járó visszatérítés, ezt a magyar álláspont is ellenzi, és hát ott vannak a politikai feltételrendszerek, amivel kapcsolatban rengeteg a vita. Szóval nem lehet tudni, hogy mi történik, hiszen az idő szorít, megállapodáskényszer van, 2021-től nincs az Európai Uniónak költségvetése, az európai gazdaság óriási károkat szenvedett, tehát ezért állítólag van egyfajta elszántság, eltökéltség valamennyi tagállamban, hogy ez elég lesz a megállapodáshoz ezen a héten, azt még nem tudni. Egész nap foglalkozunk az uniós csúccsal. Barack Eszternek köszönjük szépen a legfrissebbeket. És folytatjuk a témát. A költségvetés mellett tehát a mentőcsomagról is vitáznak a tagállamok vezetői. Nagyon leegyszerűsítve a hitelre azért van szükség, mert a nálunk gazdagabbnak tartott, de sérülékenyebb országok majdnem belebuktak a koronavírus járványba. Az elmúlt évek tudatos gazdasági döntéseinek köszönhetően Magyarország kifejezetten jó helyzetből várja a találkozót. Mráz Ágoston Sámuel a vendégünk, Fábián Barna beszélget vele. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok a Nézőpont intézet igazgatójának. Jó reggelt! Az, hogy egy ilyen, kezdjük a gigahitellel, 750 milliárd, aztán a 7 éves költségvetés, ha így megfelel. Teljesen. Akkor rendben van. Szóval ilyen gigahitelre még az Európai Unió, sőt az Európai Közösség történetében sem volt példa. 750 milliárd euró. Ha közösen veszik fel, a bizottság veszi fel, de a 27 tagállam nevében. Nem jelenti, hogy ez a központosítás felé tolja el magát az Unió, Brüsszelből erre volt már igény? De pontosan, amikor az ember az államadóságnak az intézményétől berzenkedik, akkor ehhez még hozzájön az, hogy természetesen az Európai Egyesült Államok hívei, akik Brüsszelben viszonylag nagy számban találhatóak, azok minden egyes intézkedés mögött megpróbálnak szép lassan terjeszkedni és egy erős központi államot építeni. Most természetesen leteszik a nagy esküt, hogy szó nincsen erről, de pár év múlva, ha sikeres ez a modell, akkor könnyen lehet, hogy megint előveszik. Ezért egy olyan tagállam, mint Magyarország és a közép-európai országok, amelyek nem akarják föderalizálni az Európai Uniót, hanem a nemzetállamok szövetségeként képzelik el, ezeknek a tagállamoknak mindent el kell követni, hogy ez egy egyszeri és megismételhetetlen intézményként legyen rögzítve. Hivatalosan az Európai Bizottság venné fel ezt a hitelt a 27 tagállam nevében, és 2028-tól kellene elkezdeni törleszteni, 2058-ig. Már rossz nyelvek azt mondják, hogy azért a New Generation, új generáció ennek a hitelcsomagnak a neve, mert ezt a következő nemzedék fogja kifizetni. Nem a rossz nyelvek mondják ezt, hanem a józan emberek. Ez egy európai irónia, ha tetszik, valóban. Ezt egy következő generációnak kell visszafizetni, és ezért hiába beszéltek az elmúlt évtizedekben arról, mondjuk a klímaváltozás kapcsán, hogy a jövő generációért érzett felelősség miatt kell az atomenergiát mondjuk mellőzni Németországba, valójában itt most a jövő generációt terhelik meg. Persze szükség törvényt bont, nem hiszem, hogy bárki is szereti megterhelni a következő generációt, de jelenleg a déleurópai országok és egy-egy nyugat-európai ország is nagyon nehéz helyzetben van. Tegyük még hozzá a történethez, hogy Magyarország egyébként pénzügyileg nem jár olyan rosszul, mert Magyarországot a nemzetközi hitelminősítők büntetik, ezért mint Magyarország drágább kamattal tudunk államadóságot fölvenni, mint most az Európai Unió, azaz beszélhetünk olcsó hitelről, amiből az olcsó jó, a hitel az nem. Ugye az Európai Bizottság venné fel a hitelt, három más minősítés a legjobb, tehát valóban jobb kondíciókkal tudná felvenni a hitelt, mint a 27 tagállam külön-külön. Igen. De mi van akkor, ha valamelyik tagállam nem tud fizetni, vagy nem akar? Kinek kell helytállni? Hát mivel még egy soha nem látott intézményről van szó, erre is választ kell adni a mai tárgyalásoknak a végső megállapodásában. Könnyen meg lehet, hogy majd csak augusztusra születik ez meg, de elvileg egy sorsközösséget vállalnak a tagállamok, tehát hogyha valaki nem tudná fizetni, bár tegyük hozzá, hogy még Görögország is kifizette az államadósságot a legnehezebb időszakban, miután egy részét elengedték, tehát ha valaki nem tudná fizetni, akkor bizony a többieknek kell helytállni. 3-4-es csoport alakul ki. Van ugye Németország, Franciaország, hozzájuk csatlakozott nyilván Olaszország és Spanyolország, ahol a járvány a legnagyobb problémát okozta, ők nagyon szeretnék ezt. A 4 takarékos állam, én fukarszót nem használnék, tehát Ausztria, Hollandia, Svédország, és melyik a? Ausztria, Svédország, Finnak, Dánia. Ők meg azt mondják, hogy hitelt, ha veszünk is fel, ne ekkorát, és főleg ne az legyen, hogy ingyen odaadjuk 500 milliárdot ebből a 750-ből.
És itt vannak a V4-ek, picit megosztott a csapat, mert Lengyelország nagyon jól járna ezzel. A többi három nem biztos. Igen, nagyon bonyolult a helyzet. Ember legyen a talpán, aki tisztán lát a 27 tagállami érdek, és még egy-egy politikai ideológia, a brüsszeli bürokrácia is beleszól. Azt hiszem, hogy előnye a magyar miniszterelnöknek, hogy látott már ilyet. Tudja, hogy ki mikor betlizik, tudja, hogy ki milyen stratégiát követ az asztal alatt. Nagyon kevesen vannak ma a tárgyalóasztalnál, akik már láttak ilyet. Angela Merkel ilyen, Rutte a holland miniszterelnök és a magyar miniszterelnök volt ott a múltkori tárgyalásokon is. És valóban vannak csoportérdekek, a déliek gyors megállapodást akarnak, a német-franciák megállapodást akarnak, hogy megmaradjon az Európai Unió, a közép-európaiak pedig nem szeretnének rosszul járni. Én azt gondolom, hogy az okos stratégia, amit a magyar kormány követ, az arról szól, hogy nem a megállapodás tényét ellenzi. Orbán Viktor megizent, hogy szolidáris akar lenni a déleurópaiakkal, és hajlandó a költségvetési fegyelmet támogatni, amit Magyarországon is tesz, hanem az okos stratégia az teljesíthető, de magyar szempontból fontos elvárásokat támaszt a megállapodással szemben. Ilyen volt az országgyűlési határozatnak a mandátuma, amiben például a politikai szempontoknak a kiírtását és mellőzését követeli Magyarország. Még egy gondolat, témában aztán átugrunk a 7 éves költségvetésre. Az a négy ország, Franciaország, Németország, Spanyolország és Olaszország az Európai Unió GDP-jének kétharmadát adja, mondjuk Németország egyedül az egynegyedét. Iszonyatos nyomóerő. Így van, azaz Németország érdekelt is abba, hogy megállapodás legyen, nem csak az unió megmaradása érdekében. Hát a német elnökség kapcsán? A német elnökség kapcsán, meg a német gazdaságnak a 450 milliós európai piac jóléte, az, hogy a 450 millió európai polgár megvegye a német termékeket, az kulcskérdés. Azért is akar, nem csak a német gazdaságot akarják támogatni, hanem a délieket, hogy vegyenek német autót, a közép-európaiakat, hogy hajtsanak végre német technológiával beruházásokat, mert ez az, ami élteti a német gazdaságot. És akkor a 7 éves keretköltségvetés, 1100 milliárd euró, ez is horribilis összeg. Itt is viták lesznek, nyilván a Brexit miatt kevesebb pénz jut. Mennyire érezhető az, hogy az Európai Bizottság és az Unió politikai kérdésekhez kötné azt, hogy ki mennyi pénzt kap, és azt mire használhatja föl? A bizottság javaslatában egyértelműen ez szerepel, de nem a bizottság hozza meg a döntést, hanem a tagállami kormányfők. Ez az okos stratégia, amiről beszéltem, az ezt a tagállami érdekeket és a nyilatkozatok mögötti valódi szempontokat próbálja letapogatni. Azt gondolom, hogy a tapasztalatokán ezt a magyar miniszterelnök elég jól teszi, tudja, hogy valójában ez az egész jogállamisági eljárás, amit Magyarországgal szemben indítottak, zsákutcába fulladt, és nem esélytelen azt követelni, hogy felejtsék el a jogállami kritériumrendszert, vagy pedig csak látszólagosan kerüljön bele a megállapodásba, és Magyarország és Lengyelországnak a büntetését azt tegyék zárójelbe, az eljárás, amit 2018-ban indítottak velük szemben, az záruljon le. Igazgató úr, köszönöm szépen. Köszönöm.